Már 11. alkalommal szervezték meg a Velebiti kanálison a horgászkupát. Vajdaság területéről és más országokból is érkeztek horgászok, összesen 53-an indultak a versenyen egyéni kategóriában. Eljöttek, Magyarországról is vannak, rokkantak is, még veterán kategóriában itt vannak a mi válogatottaink, és mindenki kíváncsi erre a vízre, és mindenki készülni szeretne a következő versenyre. A következő versenyig pedig 9-én zóna verseny, az azt jelenti innén Beográdig, aztán 15-én, vagy 6-án pont húsvét napján itt lesznek a franciák meg a magyar válogatott, egy hármas meccs, akkor aztán május 1-i ünnepek előtt az összes egyéni, vagyis először 20-án itt lesznek a legjobb horgász csapatok a Szerbiában, 4 napig itt fognak lenni. Azután 29-30-kor van az egyéni legjobbak, itt fognak selejtezni. És utána május 12-3-4, akkor lesznek a kadettok, ugye a pionírok, akkor juniorok, a veteránok és a rokkantok országos bajnoksága. És végülleg, nem utoljára, de 5-től 10-ig mi vagyunk a házi gazdák, a következő két világbajnoksága, az a 19. rokkant és gyöngyellátók világbajnoksága és a 10. veterán világbajnoksága. Tehát az elkövetkező időszakban a horgászkedvelők százai látogatják meg majd a községünket.